Az Egyházas Haraszti Körzeti Általános Iskolába látogatott el a térség országgyűlési képviselője, valamint a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Hargitay János és György László a Tanítsunk Magyarországét program keretein belül több osztályba is betekintést nyert. Ahogy a világon mindenhol, úgy Magyarországon is vannak olyan települések, amelyek a munka és továbbtanulási lehetőségektől egy picit távol esnek. Innen ezekből a településekből a gyerekek, ezekről a településekről 98%-ban tovább is tanulnak, viszont 54%-ban csak általános iskolai végzettséget szereznek. Ez nem csak Magyarországon van így, hanem a világ más tájain is. Nekünk az a célunk, hogy Magyarországon 2030-ra minden olyan gyerek, aki ma az általános iskolában tanul, legalább szakmával rendelkezzen. Ebben segít nekik a Tanítsunk Magyarországért program. A programban most már több mint 100 település vesz részt, több mint 1000 mentor, 16 egyetemről, több mint 4000 általános iskolás mentorál. 6-os, 7-es, 8-os általános iskolásokról beszélünk. Vannak mindig olyan gyerekek, akiknek a normál iskolai képzésen túl célszerű programokat nyújtani. Ez a program gyakorlatilag ezt célozza ebben az iskolában, és ahogy tapasztaljuk, hát ez a gyerekek lelkesen is vesznek részt minden olyan iskolán túli foglalkozáson, ami végül is a képzésüket szolgálja. Ez legyen egy kirándulás, vagy bármi olyan program, ami nem szűken a tanórához kötődik. Én most látok először ilyen tevékenységet, nem is tudom, hogy a választókörzetemben egyébként máshol van-e ilyen program. Ezért egykori pedagógusként én is ezt érdeklődéssel figyeltem. A képviselő és az államtitkár ezután az egyik egyházas harasztiban működő céghez látogatott el, ahol egy új csarnok alapkövét helyezték el. A Titán Kft. Példája nagyon jó példája annak, hogy az ország nem Budapest határában ér véget, hanem ott kezdődik igazán. Az elmúlt két évben 18 ezer magyar vállalkozásnak segítettünk a beruházásaiban. A Titán Kft. Egyike ennek a 18 ezer vállalkozásnak. Nekünk nagyon fontos, hogy itt helyben, ahol az emberek az életüket hosszú távon képzelik el, itt Egyházas Harasztiban például, itt jönnek létre új munkahelyek, és itt erősödjenek meg a munkahelyek. A Titán Kft.-nél már most is 43-an dolgoznak, egy 380 fős településen, egy ízig-vérig családi vállalkozásról beszélünk, ahol az édesapa kezdte, és most a gyerekek folytatják a munkát. Sok sikert kívánunk nekik. Itt pont mögöttem egy 700 négyzetméteres üzemcsarnok fog megépülni. Ez azért fontos, mert most, hogyha körülnézünk, akkor itt látunk egy üzemet, a hátam mögött balra látunk egy másik üzemet, majd távolabb egy harmadik üzemet. Az egyik gép, a lézervágó az ott van, a csőhajlító az itt van, és innentől kezdve nagyon sok idő telik el az anyagok mozgatásával. Ha van egy 700 négyzetméteres modern egybefüggő csarnok, ahol van egy jó darurendszer, és az eszközök egy helyen szerepelnek, egy helyen vannak, akkor nagyon nagy mértékben tud nőni a Titán Kft. Hatékonysága. Innentől kezdve nem csak a Beremendi cementgyárat tudja kiszolgálni, hanem más műveletek elvégzésére is hatékonyan alkalmas lesz, versenyképes lesz a többi vetélytársával szemben, és még több munkahelyet fog tudni teremteni itt Egyházas Harasztin. Ebben a 4 éves ciklusban csak Egyházas Harasztira körülbelül jutott 450 millió forrás fejlesztésre, ebbe persze a legnagyobb a bölcsöde fejlesztés, és hogyha a Titán Kft. Forrásait is nézem, mert nyilvánvalóan ezek is állami források, akkor azt mondhatom, hogy erre a pici baranyai településre állami forrásként, vagy a gazdaságban, vagy az önkormányzat világa közül 3/4 millió jutott. Egy 350 fős egyházas harasztiba. Az alapkőletétel után a település új bölcsődéjét adták át a politikusok, a polgármesterrel karöltve. A beruházásra vonatkozó pályázatot még 2019-ben adták be. Szerencsére támogatást is kaptunk rá. Igazából egy kétcsoportos bölcsödét fogunk itt kialakítani, aminek tulajdonképpen még a fél idejében vagyunk, most ugye az épület készült el, és az eszközbeszerzésünknek az pedig folyamatban van. 24 kisgyereket tudunk majd fogadni, hogyha hivatalosan elindulunk. Ez július 1 és szeptember 1 között fog valamikor az idei évben megvalósulni. Az a tapasztalat, hogy
több szülőnek probléma az, hogy nem tudja, tehát megszűntek ezek a nagy családok, és nem tudják biztonságosan elhelyezni a kicsiket annak érdekében, hogy ők pedig munkába tudjanak állni. Ugye két bölcsőde van itt a környéken, az egyik Siklóson, a másik Beremenden, és mindegyik 100%-os kihasználtsággal működik. Volt régen nálunk egységes bölcsőde óvoda, ami azt jelenti, hogy 2,5 éves kortól tudtunk fogadni kisgyerekeket, és ennek akkora nagy vonzó ereje volt, hogy úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy bölcsődét be tudnánk itt indítani. Ugye ez nem csak egyházas harasztér, hanem az egész kis mikrokörzetből várunk ide gyerekeket, Alsó-Szentmártonon, Old, Nagyfalu és hát ugye Haraszti.